Köszöntöm az Egyetem TV nézőit annak apropóján, hogy sokak szerint elhangzott akár itt ezekben a műsorokban is, de más platformokon is, hogy az ellenzék tekintetében generációváltásra lenne szükség. Ezért most megkérdezzük a fiatal politikusokat arról, hogy mit gondolnak. Még előjáróban annyit elmondanék, hogy nyilván teljesebb képet kapnánk az egészről, hogyha a demokratikus koalíció is jelen lenne, viszont sajnos több ízben nem fogadták el a meghívásunkat. Akik viszont itt vannak, Borsik Viktor a Momentumtól. Sziasztok! Faragó Dániel a Mi Hazánk mozgalomtól. Sziasztok, és Acél Dániel a Polgári Választól. Sziasztok, szervusztok, köszönjük a meghívást! Én is köszönöm szépen, hogy ti legalább itt vagytok, úgyhogy kezdjük talán azzal, hogy mennyire van szükség ellenzéki összefogásra. Hát akkor Viktor, te, aki benne is voltál. Az ellenzéki összefogást egy társadalmi nyomás hívta életre. Azt kérték tőlünk a választók, hogy most próbáljuk meg ezt közösen, hagyjunk hátra minden ellentétet, és menjünk neki egy az egyben a rendszernek. Hát sajnos láttuk, hogy mi lett ennek a végeredménye. Mi a Momentummal leszűrtük ennek a tanulságait, ami félreértés ne essék nem azt jelenti, hogy a jövőben soha nem fogunk egymással kooperálni, együttműködni vagy koordinálni az indulás tekintetében, de a tartalmatlan összefogás nem vezet sikerre. Több tartalom kell az ellenzéki politizálásba, több üzenet, több ügy, több ideológia adott esetben, és ezek által kell megszólítanunk nagyobb társadalmi rétegeket és tömegeket. És majd, ha jön a választás, majd ha közeleg a nap, akkor ráérünk technikai kérdésekkel foglalkozni, de nem szabad elkövetnünk azt a hibát, amit az elmúlt 4, 8 vagy 12 évben sorozatosan az ellenzék elkövetett, hogy folyamatosan csak arról szólt a politikája, hogy ki kivel hogyan fog össze, milyen technikában, milyen formációban gondolkoznak, és a tartalom háttérbe szorult. Mi a Momentummal arra vállalkozunk, hogy ezt megfordítsuk, ezt a folyamatot. A mi következő egy évünk biztosan erről fog szólni. Gyurcsány Ferenc azt is nyilatkozta, vagy hát azt írta ki a Facebook oldalára, hogy nem halott az összefogás, jelenleg nem él, de élni fog. Ez szerintetek közös összefogás lesz? Gyurcsány Ferencnek az összefogás képe az nem titkoltan az, hogy mindenki menjen a DK-ba, aki a Fidesszel szemben akarja magát pozícionálni. Mi a Momentumban ebben nem hiszünk, mi azt gondoljuk, hogy az együttműködésnek több különböző szereplőre van szüksége. Sok olyan választó van, aki Gyurcsány Ferencékkel sem szimpatizál, többek között az előválasztáson is ez bebizonyosodott, ahol is Dobrev Klára alul maradt az előválasztáson Márki-Zay Péterrel szemben. Ott is tömegek, főként egyébként fiatalok, akik most a témánk fókuszába is kerülnek. Fiatalok mozdultak meg azért, hogy Márki-Zay Péterre szavazzanak Dobrev Klára ellenében. Nem biztos, hogy Márki-Zay Péter volt a messiás, meg a nagy etalon, de a fiatalok kifejezték az előválasztáson azt az igényüket, hogy szeretnének generációváltást az ellenzéki oldalon, amiről te is beszélsz. Mi a Momentummal, élünkön Donát Annával, erre fogunk vállalkozni. Gyurcsány Ferencék egy másfajta politikában hisznek, ők egy másik párt, én a Momentumot képviselem, ki a saját útján, de megyünk előre. A Polgári Válasz hisz bármilyen összefogásban? Alapvetően az összefogás egy hatalomtechnikai kérdés, azt gondoljuk, és hát megmutatkozott, ahogy Viktor is mondta, a 22-es választás eredményében, hogy ez az érdekalapú összefogás hát nem volt túl nyerő. Az összefogás sémája helyett más kell követni, mi azt gondoljuk, hogy értékalapú szövetségkeresésre van szükségünk, és nyilván kell az a közös ideológia, kell az a közös ügy, ami összefogja ezeket a szövetségeseket. És azt gondoljuk, hogy ha megvan ez a közös szellemi közösség, akkor tudunk igazán megmutatkozni, és képesek leszünk arra, hogy egyébként újat tudjunk mutatni. A Polgári Válaszban hiszünk a Polgári Magyarország eszményképében, ami arra keres választ, hogy hogyan lehetne meghaladni a szekértáborokat, és hogyan lehetne beásni ezeket a lövészárkokat, ahonnan sajnos még mindig nem sikerült felülemelkedni, hiszen dobálózunk itt, hogy hogyan indulni, mit indulunk, hogy indulunk. Addig, amíg nincs egy hiteles ellenzéki alternatíva, addig nem lehet előrelépni. A Mi Hazánk mozgalom nyitna bármelyik párt felé, akiket ugye mondjuk a Fidesz szatellit pártjának szoktak nevezni. Igen, hogy már a kérdésnél is elgondolkoztam, hogy ugye egy ellenzéki összefogás, hát mi ellenzéki párt vagyunk, és mind a
ketten technikai részletnek neveztétek az összefogás kérdését. Szerintem az egyáltalán nem technikai kérdés, hogy ki kivel bútorozik össze, ki kivel házasodik össze, és ki kivel próbálja megdönteni az Orbán rendszert. De a bal liberális oldalon lévő pártok összefogását azt én szimpátiával tekintem. Hát én is úgy csinálom, hogy külön teszem a szennyes ruhát a tisztától, a mi színeink a fehér, mi a fehér keresztény Európában és benne a fehér keresztény Magyarországban hiszünk, és nem akarjuk, hogy ez a szivárványos massza bedaráljon minket, mint ahogy a Jobbikot bizony bedarálta. Mi ezt el fogjuk kerülni, mi inkább az LMBTQ propagandát szeretnénk bedarálni, mint hogy egy ilyen masszában föloldódni, és szintelen szaktalan pártá válni. Most ezt a szintelen szaktalan retorikát úgy vettem észre, hogy megtalálta talán Donát Anna is egy másik televíziós stúdióban, és azért abban érzünk némi furcsaságot, hogy bár ugye nincs itt a DK-nak a képviselője, de hát az én környezetemben az összes Momentumos DK-s lett Kecskeméten, ott is kereste a Feri a helyi Momentumos hölgyet, és szokszó nélkül igazolt oda. Én nem tudom, vagy hát nem lennék azoknak a baloldali fiataloknak, vagy pártoknak, vagy liberálisoknak a helyéből, akik most majd abban gondolkodnak, hogy majd a DK-val kiegyeznek, és akkor a végén kapnak egy helyet. Várom, tényleg kíváncsian várom, megnéztem, hogy 107 önkormányzati mandátum van jelenleg a Momentumnak, és a 107-ből egyet sem sikerült volna már 2019-ben sem megszerezni, hogyha a DK nem állott. Mi reális harmadik utat szeretnénk, és fogunk is képviselni bő másfél éven belül. Nem látunk most olyan pártot, akivel érdemes lenne összefogni, de természetesen vannak szövetségeseink, például a 64 Vármegyei Ifjúsági Mozgalom és a Betyársereg is mellettünk áll, kiegészülve a Magyar Önvédelmi Mozgalommal, úgyhogy sok lefettük a teljes palettát. Viktor, minek volt köszönhető ez a többszörös sóhajtás? Hát azért a Dani dobálgatja a gumicsontokat, amikre várja, hogy ráharapjak. Megértem az évértékelőtöket, hát nem vicces. Meg egyéb félnáci gondolatokról, amiket tudom, hogy szívből nem gal, de hogy erre nem akarok annyira ráharapni. Egy rövid visszaszólást azért hadd engedjek meg magamnak. Pont most nyertünk 2 mandátumot Jászberényben, momentumos mandátumot, úgyhogy a DK nem állt ott. Őszintén gratulálok. Számos ilyen példa is van egyébként. És egyértelmű, a mi színünk a lila, és mi ezt a színt építjük már évek óta, ezt az arcélt építjük évek óta, és most esélyünk is nyílik rá, hogy nincs ez az összefogás kényszer a jövőben, és tudjuk magunkat ilyen szempontból is építeni Kecskeméten, és köszönjük szépen, jól vagyunk, él a Momentumos alapszervezet, a Momentumos ifjúsági tagozatnak is büszke szervezete van, pont most megyek oda, azt hiszem 17-én, esetleg fussunk össze, ígyunk meg ott is egy kávét, hiszen te is jól tudod, hogy vannak ugyan köztünk nézetkülönbségek, de nagyon fontos lenne, hogy az új generációk felé közvetítsük azt, hogy egyébként mi ellenfelek vagyunk, és nem gondolunk egymásra hazaárulóként, hát vagy nem, hát bűnös ellenségként. Együtt indultatok, hát biztos. És amikor olyan szavakkal dobálózol, hogy Fehér Magyarország, meg Magyar Önvédelmi Mozgalom, meg 64 Vármegyei Ifjúsági Betyársereg, ezek tartalmak. De ezek magyar honfitársainkban és számos kortársunkban is félelmet keltenek, végletekig megosztanak bennünket is, és ezt ne örökítsük át, úgy gondolom, se a mi generációnkra, se az utánunk következőkre. Ezeket jó lenne lepakolni magunkról, ezek Magyarország történelmi, hát nem túl fényes korszakainak egy-egy morzsái, amik még itt vannak velünk. Én egyáltalán nem bánom, ha valakiben ez félelmet okoz, ahol ezek a szervezetek megjelennek, ott megnyugodnak a kedélyek. Én többször is ezt tapasztaltam. Nem bánom, én nekem ez nem okoz problémát. Van egy szívemhez nagyon közel álló roma képviselőnk, Lőcsei Lajos személyében. Ajánlom egyébként mindenkinek figyelmébe, hogy nézen utána. Ő kicsit máshogy számol be. Nagyon tisztességes cigányemberről van szó, és szintén tisztességes, becsületes cigányemberekben is félelmet keltenek ezek a szervezetek, hiszen ezek a szervezetek nem tesznek különbséget roma és roma közt, hanem, mint ahogy te is mondtad, fehér Magyarországot szeretnének, és aki ebbe a Magyarország képbe nem tartozik bele, az nyilván fél ezektől a csoportosulásoktól. És én nagyon kérlek benneteket, hogy
próbáljátok meg konszolidálódni, és ezeket lepakolni magatokról. De hogyha saját magatoknak legalább a jelenlegi befolyásotokat szeretnétek megtartani, azt mondta a Donát Anna, hogy ő egy új útra vezeti a Magyarországot, és egy új útra vezeti benne a közösségeteket, és hát akkor lesz a vezetőnek az új úton követő tábora, akár a párton belül, hogyha annak az ígérete megvan, hogy legközelebb is, 24-ben, 26-ban és utána is legalább a mandátumokat sikerül megőrizni. Ez a DK nélkül nem fog menni. Tehát benne vagytok ebbe a kutyaszorítóba, amit én rendkívül szórakoztatóan nézek, és hát számomra ez azért okoz örömet, meg némi derültséget, de ebből a spirálból olyan mondatokkal nem lehet kitörni, hogy amíg akkor lesz majd jó magyar oktatás, hogyha vége van a klímavészhelyzetnek. Hát ilyenek hangoztak el. És a rendvédelmi törekvések, nyilván azon nem lepődünk meg, hogy a Momentum a sikertelen cigány integrációba még több pénzt öntene bele. Lőcsei Lajos folyamatosan erről beszél. Épp meg lelakatolta az ombudsmani hivatalt egyébként. Biztos erről is lemarad, lelakatolta az ombudsmani hivatalt. Nem ért egyet egyébként a jelenlegi cigány vezetéssel. Igen, valóban erről lemaradtam. Elhervált pénzek. És a Farkas Tóriát is le kéne már lakatolni. Itt egy közös pont. Ezeket keressük szerintem, én ezt javaslom. Van még nagyon sok javaslata. Na és akkor a két elég szélsőséges álláspontot láthatunk, a polgári választ az már... Erre szerettem volna reagálni, hogy látható, hogy két nagyon tehetséges fiatal politikus kollégával ülök itt most ebben a stúdióban, és az látható, hogy az ideológiai szélsőségesség mennyire a két árnyalatát mutatja most itt a beszélgető partnerek között, és mi pont azt mondjuk, hogy az új alternatívának, vagy annak az alternatívának, ami ki tud minket vezetni ebből a rendszerből, annak mindenképpen szélsőségmentesnek kell lennie. Mind a baloldali, mind a jobboldali szélsőséget ki kell hagyni ebből, hiszen nem lehet úgy valamire alapozni, hogy csak fekete-fehérben látjuk a világot, és akkor valami történik a világban, az csak jó lehet az egyik oldal szerint, a másik oldal pedig csak rossz. Látni kell az árnyalatni különbségeket, látni kell mindig azokat a történéseket, hogy éppen mi az a mögöttes cél, vagy mi az a mögöttes szándék. És nem lehet úgy magyarázni, hogy a történelemben sem csak fekete és fehér tényezők vannak, ott is megvannak azok az árnyalatok, ami alapján szerveződik a közösség. Szóval a polgári válasz nyilván abban hisz, hogy olyan alternatíva szükséges, amiben meg lehet találni saját magunk hangját, de nem lehet nagyon-nagyon csak az egyik oldalról beszélni. Bocsáss meg, csak egy kérdés erejéig, hogyha szabad erre reflektálnom, hogy ki tudnál emelni egy darab szélsőséges gondolatot, amit most én elmondtam? Nem volt ebben szélsőség? A baloldali liberális oldalról beszéltem, a progresszív baloldalról, ahol egyébként például a vókapitalizmus egy ilyen ideológiai háttér, ahonnan egyébként akár a Momentum is érkezik. Hát mi ezt is kritizáljuk, és Donát Anna is például elmondta, hogy ha bár nyugatpártiak vagyunk, a nyugatot nem lehet kritika nélkül kezelni. Tehát a nyugat kritika, ugyanúgy a kapitalizmus kritika is megjelenik. Sokszor a nyugat kritika nem annyira jelenik meg a Momentumnak a politikájában. Hát nyilván ezek már árnyalatok. Szóval, hogy azért nagyon az látszódik, hogy azért törekszik erre az euróatlantista, európéer pozícióra a Momentum. Mondhatni, hogy mint a DK, csak a fiatalabb verziója sajnos, és nem érződik azért ez a nagyon nagy kriticizmus az Európai Unió alulműködésével szemben. Amire egyébként szükség van? Én leragadtam a szélsőségességnél, mert itt ennek az asztalnak ugye van széle, jobb széle is, meg bal széle is, de hát hogyha valamire azt mondjuk, hogy szélsőséges, akkor először minden a középhez képest valamilyen. Tehát hogyha valaki a közepet, a centrumot meg tudja magyarázni, vagy le tudja definiálni a belpolitikai térben, ha mondjuk ez Gyurcsány Ferencet és vagy a vele egyikényen álló pártokat jelenti, akkor szélsőségesnek lenni szerintem kifejezetten megtiszteltetés. Hogyha esetleg valami mást értünk alatta, akkor is ahhoz képest... Persze, a kakaós csigának megvan a közepe, de azért nehéz, pláne, hogy egyes pártok olyan barbatrükköket hajtanak végre, amikre álmunkban nem gondoltunk volna. Hát lehet, hogy ma szélsőségesnek számít, de azért néhány évvel ezelőtt hatalmas szélsőséges gondolatnak számított, mondjuk egy-egy székely himnusz eléneklése, azért ma már ezek polgárjogot nyertek. Szélsőséges gondolat volt, hogy
az Európai Unión kívül is van élet. Én azt látom, hogy most már egyre többen ezt elgondolják, vagy legalábbis számítanak arra, hogy meg kell teremteni az önálló nemzetgazdaság feltételeit. Szóval sorra azt látjuk, hogy amiket a szélsőségesség bélyegével lepecsételnek, azok előbb-utóbb kitörnek ebből a politikai kalitkából. Szerintem nincsen nagyon értelme ilyen szélső, nem szélső kategóriákban gondolkodni. Jó, akkor mik azok a konkrét dolgok mondjuk, amiket szerinted liberális módszerekkel nem lehet megoldani? Hát biztos, hogy nem lehet liberális módszerekkel megoldani a rendvédelmet, a nemzetgazdaságunk helyreállítását, nem lehet liberális módszerrel meggátolni az LMBTQ térnyerését, hát úgyis nem, majdnem a szaporodást használtam, ugye hát pontosan ez a gócpont, hát az sem fog sikerülni. A demográfiai problémát sem lehet liberális módon kezelni, és a nemzetstratégiai sors kérdésekre nem adnak jó választ a liberális pártok. A polgári válasz, akkor ti középen álltok, ha jól gondolom, vagy szóval... Mi nem a rendszer ellenzékének a szerepében szeretnénk tetszelegni, hanem ettől egy teljesen új szintet szeretnénk behozni a politikába, hiszen a fiatal politikusoknak is az egyik legnagyobb feladata, hogy új szint hozzanak be a politikába, új perspektívából beszéljenek, és a polgári válasz is ebben hisz, hogy mi az ügyekmenti politizálásban hiszünk, azokban a kérdésekben kell választ adnunk, ami leginkább érinti az embereket, és szeretném kiemelni egyébként a Kecskeméti Alapszervezetünknek a lelkes tagjait, akik folyamatosan olyan ügyeket karolnak föl, amik egyébként az emberek jó életének a jobb átételét dolgozzák föl, vagy a Szegedi Alapszervezetünket, akik például most újabban biztosan tudjátok, hogy éjfél és hajnal 4 óra között nem közlekedik nagyon semmilyen tömegközlekedés, és ez nagyon-nagyon nagy problémát okoz egyébként, hogy hazajussanak az emberek, vagy hát nagyon megnehezíti ezt, és ebben a témában is például felemeltük a szavunkat, hogy itt változásra van szükség, és nem gondolom azt, ezeket az eseti ügyeket, vagy az esetet, tehát az ügyek mentével együttműködés, tényleg amikor arról van szó, hogy hol legyen zebra, hol járjon. Nincsen baloldali kártya, és nincsen jobboldali, nem tudom. Világos, tehát ha be van törve a busz megálló ablak, akkor helyre kell tenni. Szóval nincs épesző ember, aki ezt ellenezni, vagy éppen egy közgyűlésben ne nyomna rá az igen gombra, csak Dafke azért, hogy a mínusz egyszeresét képviselje annak, amit éppen a közgyűlési többség képvisel. Ezek, persze, ezek benne vannak, ilyen ügyek mentén lehet, de én szerintem azért a választónak, a szavazónak, a fiatalnak mégiscsak könnyebb, hogyha én nekem ez az értékrendem, nekem ez a világnézetem, természetesen egy olyan párthoz fogok csatlakozni, vagy egy olyan pártra fogok szavazni, annyi bizalommal meg vannak a fiatalok, hogy direkt rosszat nem fog senki támogatni. Szerintem ezek a helyi ügyek, meg az országos politika között nyilván megvannak ezek a különbségek. A hétköznapi életnek a jobbá tételére szolgáló javaslatokat, azokat legyen közvilágítás, ez persze, ezek ezt természetesen. Persze, ne haragudj csak annyi, hogy azért ne sporoljuk ki úgy, hogy a helyi ügyekben nem biztos, hogy nem jelenik meg ideológia, hiszen pont ott jelenik meg az ideológia a helyi ügyekben is, felteszem, hogy ki mit tűz az zászlajára, ki milyen ügyet, hova helyezi a fókuszokat. Tehát, hogy attól függ, hogy mondjuk például a polgári válasz egy jobboldali keresztény, de szociálisan érzékeny párt, és nyilván nem akarunk, vagy nem támogatjuk a transzferek általi felzárkóztatást, mi sokkal inkább a tudás alapú felzárkóztatásban hiszünk, és azt mondjuk, hogy nyilván a kisebbségek körében olyan a saját kultúrájuknak megfelelő és saját környezetüknek megfelelő hát indikátor emberekre van szükségük, akiket nyilván arra bírunk, hogy maradjanak helyben, és segítsenek ők a saját nyelvükön elmondani, hogy hogyan lehetne fejleszteni ezeket a rétegeket, hiszen nyilván polgári válasz, polgári rétegben hiszünk, és egy olyan egzisztenciában önálló, gondolataiban szabad Magyarországban, vagy állampolgároknak a közösségében, ami az országot előre tudja vinni. Én tudok erre valamilyen szimpátiával tekinteni, bár én szerintem ez végtelen unalmas a fiatalok számára. Élményt kell nekik adni, politikába való beleszólást, a cselekvésnek a metódusait. És ebből hol marad ki? Hol marad ki a polgári? Hát... Nem, hát például a helyi ügyekben, hát pont ott kell hallatni a hangjukat, hogy itt probléma van, itt mondjuk egy képviselő nem látja el a feladatát. Itt a körmére kell nézni, hiszen mondjuk visszaél a hatalmával, vagy éppen nem törődik a választóival, ott igenis hallatni kell a hangját, ugyanúgy mi is közösségeket szervezünk, mi is, nekünk is azért a polgári válasz tagságának nagyon nagy része, fiatalokból áll, középiskolás, egyetemista és egyébként az aktív dolgozói korosztályból.
Úgyhogy megvan az élmény, és attól, hogy nekünk van egy víziónk, van egy narratívánk, amit szeretnénk, ahogy elképzeljük a világot, vagy a jobb Magyarországot, attól még az nem unalmas szerintem. Kizárólag bocsáss meg, az éjszakai szegedi tömegközlekedésre hadd reflektáljak. Mi ezt 2018-ban tűztük a zászlónkra, és akkor készítettünk erről egy felmérést. Ideig, óráig Szegeden ez működött is, aztán kicsit a Covid időszak tett be ennek, és azt igazolták vissza a számok, hogy nem elég kihasznált ezeknek a járatoknak a száma, vagy az utazóközönsége, de igazából vissza lehet éppen térni erre. Én ezt tudom mondjuk képviselni. Akkor tudunk együttműködni is, mert én most, tehát hogyha itt a járatsűrítésekről van szó, vagy arról, hogy menjen éjszaka és a villamos, akkor ebben legyetek partnerek, és a mi részünkről, a mi szervezeteink pedig partnerek lesznek abban, hogy semmilyen probléma nem lesz a közbiztonsággal ezeken az éjszakai járatokon. Ez akkor az egy nagyon fontos. Bízzuk a rendvédelmi szervekre és az arra hivatott szervezetekre. Önkéntes segítőkre rászorulhatnak ezek a rendvédelmi szervek. Jó, hát legalább volt némi pozitív kívánatele is a dolognak, viszont az valóban probléma, hogy sokszor az emberek nem tudják elképzelni azt, hogy egyes pártok mit csinálnának, hogyha valós hatalom lenne a kezükben. Nem tudják elképzelni, hogy mondjuk mi lenne, hogyha nem a Fidesz kormányozna. Mi lenne, Viktor, szerinted, hogyha baloldali kormányzás lenne? Ugye készítettünk egy összeellenzéki programot is 2022-re, helyjel közzel. Azt mondom, az azért nem lett egy teljes mértékben jól összerakott. Igen, erősen megkésett. Megvan a sajátunk is egyébként, most Donát Anna publikált, online el is érhető. Nekünk megvannak a válaszaink. Az egy nagy kérdés, hogy a politika jelen fázisában mély szakpolitikára kíváncsi-e a nézőközönség és az átlag választópolgár, vagy arra kíváncsi, hogy hogyan lesz ez a rendszer leváltva. Mert azért egy elég súlyos kétharmados győzelem kerekedett itt 22. áprilisában, és sokakban még mindig tart a reményvesztettség, a motivációvesztettség, a kilátástalanság, hogy valaha ez az ország lesz még ennél jobb, vagy képes lesz ez az ország egyáltalán ennél többre, mint amit jelenleg nyújt. Én úgy gondolom, hogy elsődleges feladatunk most visszaadni a hitet az embereknek és az emberekben, hogy igenis van remény a változásra, és nem veszett el végérményesen minden, és képesek vagyunk ezt a rendszert még leváltani, nem feltétlen csak 10-20 vagy 30 év múlva következik ez majd be. De nyilván abban igazad van, és igaza van azoknak is, akik várják a konkrét koncepciót. Ez le van rakva az asztalra. Minden egyes területnek nekünk komoly szakpolitikai stábunk van, az ki van dolgozva, az oktatáson át, a külpolitikán keresztül, a biztonságpolitikáig megvannak a válaszaink. De jelenleg nyilván nincs élő ember, aki elhiszi nekem, hogyha azt mondanám, hogy most jövőre kormányváltás lesz, vagy akár azt is mondhatom, hogy 2026-ban jelen állapotban képesek vagyunk leváltani a kormányt. Ez először vissza kell adni a hitet, meg az erőt az emberekben. És nyilván szakpolitikai vitákat is érdemes lefolytatni, és akkor itt jön megint képbe a fiatalok meg az ifjúság megszólítása. És akkor némileg a Mi Hazánkos kollégával értek egyet, hogy én nagyon szívesen beszélek szakpolitikai kérdésekről is, kijelöljük, hogy oktatásügy, és akkor beszélünk 3 órán keresztül, vagy tartunk egy ilyen vitát. Lehet erről beszélni, csak sajnos a nézőközönség az nem lesz olyan népes, hogyha fogalmazhatok így. És ha hozzászoknának az emberek ahhoz, hogy ilyenek vannak, és lehet normális politikai ügyekről konstruktívan beszélni, akkor az szerintem egy pozitív jövőkép lenne. Mi ezen is dolgozunk, és a Szegedi Momentummal is folyamatosan tartunk ilyen vitaesteket, közéleti esteket. Több-kevesebb sikerrel, de egyébként működnek ezek is, de azért továbbra is azt látom, hogy nem a középiskolás, meg egyetemista korosztály tolong általában ezeken az esteken, de nyilván egyre jobbak az arányok, de én jelenleg most per pillanat így a választási kudarc után abban hiszek, hogy kicsit föl kell rázni az ellenzéki oldalt is, hogy kicsit térjen vissza a motiváció meg a hit mindenkibe, és utána egyébként lehet a szakpolitikai kérdésekről is mélyebben vitázni, de most szerintem az elsődleges feladatunknak az kell, hogy legyen, hogy a hitet visszaadjuk az emberekbe, és lássanak erőt bennünk, lássák, hogy van országos szervezetünk, hogy bővülünk, hogy van hova tartozni, van kire szavazni, és utána nyilván meg kell győzni a kormányzó képességről is az embereket.
Ez egy nehéz feladat, meg egy több éves munka, de mi ezt csináljuk már 6 éve, és most sem álltunk le, készen állunk, fogalmazhatok így. Ti hogy látjátok, hogy lehet a hitet visszaadni az embereknek? Kezdetben mondjuk már ez sokat segítene, hogyha a párok nem csapnák be a választóikat, szerintem ebben egyetértünk. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy előrelépés lenne már, hogyha meg nem az látszódna, hogy akkor marakodnak a pártok, hogy akkor így úgy, így indulunk, úgy indulunk, amúgy indulunk. Ez már egy jó kiút lehet. Hát a polgári válasz abban hisz, hogy nyilván vissza kell adni a közéleti diskurzusnak azokat a szintereit, amik hát elvesztek el, sorvadtak az évek, évtizedek során. Még egy annyit szeretnék azért nyilván leszögezni, hogy egy pártnak a választási programja az bármennyire is benne van a nevében, vagy úgy az a képzettársításunkban, hogy az a választópolgárok széles rétegeinek készül, az mindenek előtt egyébként egy párt, a pártnak szól magának, hogyha ő hatalomra kerül, akkor egyfajta számunkérhetőséget tesz le az asztalra, hogy én most ezt tudom vállalni a 4 éves ciklusban, és akkor utána lehet mérlegre tenni egy kormánynak, vagy éppen egy pártnak, hogy milyen kormányzó volt abban a 4 évben. Úgyhogy nyilván, de mi a polgári válaszban azon dolgozunk, hogy ezeket a közéleti szintereket, ezeket a diskurzusokat le tudjuk folytatni, meglegyenek azok az új pódiumok, azok az új platformok, ahol lehet beszélni, ahol lehet vitatkozni, lehet értelmes témákban értelmesen beszélgetni, vitatkozni. Nektek ugye megvolt, tehát egy ilyen 96 oldalas programotok volt, ott azért... Úgy emlékszem, hogy 88 oldalasra sikeredett, de ha 96, akkor majd ezt átnézem. De lehet, hogy másféle formátumokat néztünk. Én azt hiszem, hogy ez pontosan 88 oldalas. Borító, tartalomjegyzék, igen. Van Viradat program a neve, és ezt meg is írtuk, de én sem, és ki is adtuk, olvasható bárki számára, de én sem gondolom azt, hogy minket elsősorban ez vitt be a parlamentbe. Én azt gondolom, hogy inkább a hiteles politizálás, a harmadik utasság és a Gyurcsány és Orbán mentesség az, amire rezonáltak a választók 22. áprilisában. Hát arra meg mi lett volna, hogyha a rossz kormányzás helyett nem jobb jön, hanem egy még rosszabb, ebbe megmondom őszintén, én nem gondoltam bele, nem volt ez opció. Én azt tudom teljesen világosan mondani, hogy a Mi Hazánk mozgalom a megalakulása óta minden egyes választáson jobb eredményt ért el, mint az előző választáson, és ez így fog történni az előttünk álló akármennyi választáson, dinamikusan növekedünk, 30 év alatti a körében éppen 20%-ra mértek minket, úgyhogy szerintem ez egy jó eredmény. A medián mérte, hát most gondolom láttunk már ilyet, hogy eljövünk egy politikai vitaműsorba, és valaki éppen a legutóbbi mérésekre hivatkozik, szerintem ebben sincsen semmilyen újdonság. Úgyhogy megyünk tovább, van egy ifjúsági szervezetünk, és most már a parlament falain belül képviseljük a politikánkat a választók bölcs döntésének köszönhetően. Ez rendben van. Igazából az, ami érdekel szerintem engem is, meg sokakat másokat is, hogy ti mire szeretnétek a jövőben hosszú távon fektetni a hangsúlyt, azért fiatal párt vagytok ti is. Sokféle ügy mentén ment a ti kampányotok, ideológiai és konkrétabb dolgok mentén is. Mi az, ami az elsődleges lesz, hogy mondjuk egy nemzetgazdaság, hazafiság, LMBTQ lobby, mi az, ami nektek úgy, ami elsődlegesen szerintetek most igazán fontos? Hát most, amikor a 40%-os infláció idejét éljük, szerintem most a nemzetgazdaság talprájtás lenne a legfontosabb a Viradat programokban, külföldi, kínai akkumulátorgyárak, meg úgy egyáltalán külföldi disznófejű nagyurak bizniszei helyett a magyar kis és közepes vállalkozások támogatása szerepel kiemelt helyen. Megvannak a szakpolitikai kabinetünk, minden területet lefedünk. Nekem sokkal inkább hozzám közelebb áll, szerintem jobban tudjuk megszólítani a fiatalokat, és egy erősebb bajtársi közösséget tudunk alkotni, hogyha identitáspolitikára helyezzük a hangsúlyt, de természetesen rezonálnunk kell arra, hogy milyen problémákkal küzd a hétköznapi ember, és ezeket a Viradat programba mind tálaltuk. Érdemes megtekinteni, Toroszkai László nagyon sokszor foglalkozik ilyen kérdésekkel a videóiban, és szerintem az sem egy ideológiai húzás volt a részünkről, hogy egyetlen pártként bevállaltuk az oltások hatásának a megkérdőjelezését, vagy legalábbis a lezárások gazdasági hatásának a mindenek fölött való dolgát, tehát szerintünk mi egy nyitáspárti politikát képviseltünk. Érdekes, hogy egyébként akkor azt kérdezték, hogy ez egy rendpárti mozgalomtól milyen vállalatlan liberális szemlélet, és akkor sem nagyon értettük ezt a részét. Hát az adott problémákra kell a keretek között persze reagálni. Szokták mondani, hogy kampánytrükk.
Hát azért azóta is, ja, de hát nem változtattuk meg, tehát azóta is ugyanazt gondoljuk, úgyhogy a kampánytrükk az általában az szokott lenni, amikor azt mondom, hogy valakivel nem fogok össze, majd összefogok. Tehát én nem tudom, szerintem ezek a kampánytrükkök, mi továbbra is minden egyes módon. Akkor szerinted az összefogás csak kampánytrükk volt? Hát, ez most egy nagyon jó kérdés. Néha azt hittem, hogy viccelnek, néha elgondolkodtam, hogy komolyan gondolják, nem tudom megmondani, hogy kampánytrükk volt-e. Nem tudom. Egyszer így látom, egyszer úgy, nem tudom. Viktor? Engedelmetekkel a kis viccekre, anekdotákra nem is reagálnék. Inkább az ütötte meg a fülemet, hogy felhoztad a Medián kutatást, ami valóban a Mi Hazánkot elismerem, jóra mérte ebben a korosztályban, de nyilván az ellenzék még jobban szerepel ebben a korosztályban, 45%-on egész pontosan. Nekem egy kis szívfájdalmam, hogy nem külön-külön mérték az ellenzéki pártokat, de nyilván nem kell túl nagy tudósnak lenni ahhoz, hogy kikövetkeztessük, hogy ez a 45% valószínűleg oroszlán részt a Momentumhoz tartozik, és nem a DK, vagy az MSZP, vagy tényleg nem megsérte senki, de nem ők alkotják a fiatalok közt a legnépesebb, legtámogatottabb formációt. Ennek nyilván megvan az oka, mi a kezdetektől fogva nagyon népszerűek vagyunk a fiatalok körében, és én, mint az ifjúsági tagozatnak, a 10X-nek az elnöke is sokat teszek azért, hogy már a középiskolások között is népszerű legyen a Momentum és a 10X, és az egyetemisták, a diákság között is népszerűek legyünk. Ehhez arra van szükség, hogy olyan problémákra helyezzük a fókuszt, és olyan formában és olyan platformokon kommunikáljunk, ahol leginkább el lehet jutni ezekhez a rétegekhez. Csak hogy párat kiemeljek, az utóbbi időben volt kampányunk a középiskolás 9 órás iskola kezdésért. Mi azt szeretnénk, hogy a középiskolákban délelőtt, reggel 9 előtt ne kezdődhessen el az oktatás, legyen óraszámcsökkentés, fejeződjön be ugyanakkor, de később kezdődjön, hiszen rengeteg nemzetközi példa és kutatás alátámasztja, hogy itt sokkal jobban tudnak teljesíteni a diákok az iskolákban. Vagy éppen pont holnap jelentjük be a Tanulni akarunk, nem fázni kampányunkat, hiszen számos helyről az országban kapjuk a jelzéseket, hogy nem ritka, hogy 15-6 fokos termekben, vagy a jogszabályban előírt 18 fokos termekben fáznak, a diákok kabátban ülnek, nem tudnak az egyéni fejlődésre és az oktatásra fókuszálni, hiszen arra mennek el az energiáik, hogy ne fagyjanak meg az iskolákban, kollégiumokban, egyetemi épületekben. Tehát itt is egy online-offline petícióval és kampánnyal készülünk, szintén a diákságot célozva, és jelen vagyunk a TikTokon, jó magam is egyébként jelen vagyok a TikTokon, de látom az Egyetem TV videóit is. Leginkább. Köszönjük a promót. Na, mindenki kövesse ott is, engem is, az Egyetem TV-t is. Tehát ott is nagyon szép eléréseket, több százezres megtekintéseket érünk el. Ezt csak azért hangsúlyozom ki, hogy úgy gondolom, hogy egy ilyen téveszme, hogy a fiatalokat nem érdekli a politika, vagy hogy a fiatalság apolitikus lenne. Ez nem így van. Igenis érdekli a politika, az a fajta politika, amiről mondjuk a 90-es évek szólt, vagy a 2010-től 2020-ig tartó időszak szólt, az a fajta régi vonalas old school politika nem érdekli a fiatalokat. Érdekli viszont az, hogy olyan formációk jelenjenek meg, ami egyrésztről magukban hordozza, vagy magában hordozza a generációváltásnak a lehetőségét, a fiatalítás lehetőségét, és az érdekli őket, ami a saját életükkel kapcsolatos oktatásügye, vagy az életkörülményeik, de mindez olyan köntösbe rakva, ami fogyaszthatóvá teszi a politikát. És úgy gondolom, hogy nekünk egyébként missziónknak, közös missziónak kell lennie annak, hogy élénkítsük az érdeklődést a fiatal generációkban a politika iránt, gondoljanak bármit a világról, az szerintem egy nagyon fontos célkitűzés, hogy a fiatal generációknak minél nagyobb százaléka foglalkozzon közügyekkel és politikával, és elárulok egy olyan kulisszatitkot, hogy személyes és a 10X-nek is célkitűzése lesz, hogy minél nagyobb politikai beleszólást adjunk a fiataloknak a közügyeinkben és a közügyek intézésében. Én ezt óriási felelőtlenségnek tartom a részedről és a Momentum részéről is, mert generációváltásról beszélsz, és arról beszélsz, hogy mennyi sok fiatal támogat titeket.
Vélhetően ez így is van. Viszont ezeknek a fiataloknak a szavazatát, az aktivitását egy olyan ellenzéki összefogásba csatornázzátok be, amelyiknek továbbra is a tagja Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára és a 2015-i arcok ott vannak. Tehát a fiatalok jönnek lelkesen, ragasztják a matricákat, Mi Hazánkosokat és Momentumosokat is, és előbb-utóbb a szavazataikból olyan mandátumok fognak kulminálódni, akik ugyanazokat a politikusokat fogják visszahozni, hogy a 2015 egyszerűen módszeresen tönkretették ezt az országot. Nem is értem, hogy ez hogy tud hiteles lenni. Akkor miért nem mondjátok azt, hogy börtönbe Gyurcsányékkal, és mi pedig már egy szeretnénk, akkor mi lilák vagyunk, és minket ez nem érdekel, mi szeretnénk egy új platformot teremteni. Hát ehhez kéne bátorság, ami nyilván nem fog jelentséget. Van itt egy Orbánunk, meg egy Gyurcsányunk, aki két kisztitkár, már a 80-as években egymással versengtek, és nagyon jó lenne, hogyha már itt vagyunk, teljesen új generációs politikusok, nem Gyurcsányról menne a vita, hanem arról vitáznánk, hogy nektek milyen jövőben mutató elképzeléseitek vannak, nekünk milyen elképzelésünk voltok. Nagyon beakadt ez a Gyurcsány. Te is, én például speciál 7 éves voltam, amikor 2006-ban megtörténtek az események, nyilván az is traumatizált, de hogy én ezt lepakolnám már magunkról. Tehát, hogy ne erről szóljon a politika. Tehát, hogy kezdjünk most már a 21. századba átmenni, és termeljük ki azokat az új generációs politikusokat, akik a mi generációnkat fogják képviselni, és a Momentum lapon legközelebb? Már megint ellenzéki összefogásról, Gyurcsányról, technikai kérdésekről nem akarsz technikai vitázni? Kérdés, nem technikai kérdés, mert kapcsolnak elfelé a nézők, hát már látom a lelki szemeim. De ez hol technikai most kérdés? Most mozzárják be éppen a YouTube nézettséget, mert már megint Gyurcsányról beszélünk. Tehát, hogy ne erről beszéljünk. Én azt javaslom, hogy most én is például felhoztam 2-3 olyan középiskolásokat érintő témát, amivel mi foglalkozunk. Találjátok ti is, meg a saját ügyeitek, és remélem, hogy mondjuk nem az lesz a saját ügy, amit a középiskolásoknak vagy fiataloknak át akartok adni, hogy fehér Magyarország legyen, meg ezt daráljuk be, meg ezt küldjük Szibériába, szélesebb a programunk ennél, de jól állunk. Valami pacifistábbat, valami integratívabbat én szurkolok nektek. Egészen elképesztő ez a terminológia, amiben tudtok beszélni egyébként. Tehát, hogy igazából én nagyon-nagyon szomorú lennék, hogyha nem lenne a polgári válasz. Ezt tiszta szívemből mondhatom, mivel az látszódik, hogy folyamatosan vannak ezek az egymásnak feszülések, és van ez az ide csiki-csuki játék, ahol ugyanazokat a szófordulatokat, ugyanoda lyukadunk vissza, és nyilván a baloldalnak van egy házi feladata, amit el kellene, hogy végezzen, csak megint oda jutott, hogy nem elég képes és nem elég hiteles ahhoz, hogy el tudja végezni azt, hogy mondjuk a bukott baloldali kormányzatnak a vezetőjét eltüntesse a politikából, vagy ki menjen, de nem tudom, ez nagyon érdekes, és nem tudom, szóval a polgári válasz azért sokkal-sokkal inkább meghaladta ezt már, és nálunk is egyébként, csak visszatérve a fiatalok kérdésére, hiszen ide innen de most voltunk bocsánat, el. Akkor csak segíts, mert lehet, hogy keverem meg meghaladása, meg a vezetők fontosságáról beszélsz most a nem tudom, nem a ti elnökötöket küldte ki a Fidesz Kanadába, jobb megértés reményében, mint a cigányokat? Vagy ez más volt? Nem, az nem ti vagytok. Bencsik János nem volt a polgári az nem volt. Az elnöke, amikor elvállalta, vagy ilyet ez ja. A lehetőség, és azóta sem a polgári. Tehát amikor lemondott, akkor még nem gondolta, hogy ez ki lesz fizetve. Ja, te vált nehéz kenyér, azok sok sikert kívánok. De hát a párt alapítója az most jelenleg akkor Torontóba hesszel a Fidesznek a régiszenet, nem? Polgári válasz elnöke, én vagyok a polgári válasz elnöke, hozzám vagy a... Akkor az alapítóról van szó tulajdonképpen. Te vagy a polgári válasz elnöke? Komolyan? Ne haragudj. És akkor az előző elnököt küldték, akkor nem a mostani elnököt küldték ki Kanadába, hanem az előzőt. Nem is arról kell. Véletlenül letegeztelek. Tehát a politikában sem viszem. Hát nem, csak ugye a vezetők szerepét emlegetted, aztán csak így, először azt hittem, hogy a Varga Dam, és akkor úgy most rá kapcsoltam. De hogyha a Gelencsérbe írom, akkor meg egy címlaplány dob ki nekem, szóval nem értem ezt a helyzetet. János magánemberként döntött. Ja, magánemberként döntött, jó. Na, akkor szerintem lépjünk tovább arra, hogy sokan kritizálják ugye az ellenzéknek a minden tagját, a Momentumot és a Mi Hazánkot is. Gondolom a polgári választ is, hogy a Fidesznek az eltartott ellenzéke, mert kétharmados többségben nem lehet küzdeni az ügyekért. Hogyan lehet most jelenleg ebben a helyzetben tenni konkrét dolgokat? Ha van parlamenti ellenzéki párt, amely rendszer ellenzéki identitást val magának, az úgy gondolom, hogy a Momentum mozgalom.
Mi már a kezdetektől vaciláltunk azon, hogy érdemes egyáltalán beülni a parlamentben ilyen konstrukciók mentén, de hát nyilván arra a döntésre jutottunk, főleg vannak egyéni mandátumot szerzett képviselőink is, hogy nem tehetjük azt meg, hogy nem megyünk be a parlament falai közé, és na mindegy, tiszteljük azért meg egymást, kérlek annyira, tehát nem tehetjük meg azt, hogy nem megyünk be a parlament falai közé, hogyha már erre adtak felhatalmazást a választók. De mi nem akarunk ebbe belesimulni, és nem akarunk olyan ellenzéki párttá válni, aki folyamatosan csak beadványokat készít, napirend előtti felszólalásokat elmondja, azt kiposztolja Facebookra, és aztán azt gondolja, hogy el van végezve az ellenzéki munka meg a feladat. Nem véletlenül Momentum mozgalom vagyunk, tehát megmaradtunk mozgalmároknak, ugyanúgy járjuk az országot, építjük a közösséget, különböző politikai akciókat, kampányokat viszünk, és hát sajnos így be kell látni, hogy azok a várakozások, amik bennünk voltak a parlamenti munkával kapcsolatban, javarészt nem váltották be a hozzáfűzött reményeket. Abszolút semmilyen kooperáció nincs a Fidesz részéről. Élből elutasítanak minden javaslatot, lesöpörnek minden javaslatot, már gyakran bizottsági szinten lesöprik ezeket a javaslatokat, és nyilván mi ilyen kitartóan, szorgalmasan, mint a hangyák folyamatosan, még egyszer nekifutunk, még egyszer beadjuk, még egyszer elmondjuk, még egyszer reménykedünk, hogy hát ha a józan ész és a ráció, az érvek majd hatnak, de azért többnyire ugyanarra a végeredményre jutunk. Többek között most ezért is határoztuk el, hogy ezen hangsúlyosabban változtatni kell, mert teljesen elviszi az időnk, energiáink nagy részét ez a parlamenti szélmalomharc. Vissza kell adni a mozgalmi élét a Momentumnak, többet kell az utcán dolgozni, az emberek közt lenni, és ugyanazt, amit elmondtam korábban, a hitet visszaadni, az erőt, a motivációt az emberekbe, amit a parlamenti pacsorok között hiába keresünk. Oda kell figyelni az emberek igényeire, ez tény, és a sok politikusnak nem megy. Úgy gondolod, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak jobban mennek ezek a dolgok? Nekem az nagyon jó eset, hogy megint a kitartás kifejezés használtad, akkor itt megint van egy közös pont, mert szerintem is ez egy nagyon fontos érték, és pontosan ezen a kitartáson múlik minden. Mert hogyha az ember hitelesen és kitartóan képvisel valamilyen alternatívát, akkor bármilyen többséggel áll szemben, előbb-utóbb, na jó, utóbb és még később, de át lehet vinni. És nyilván a Momentumon nem lehet számon kérni, mert az első ciklusát tölti ez a párt, mint ahogy pártként mi is. De például ott van Dúró Dóra, aki hosszú-hosszú ciklusokon keresztül a szívhang törvényt nyomta, és előbb-utóbb termőre fordult a szónak a legszorosabb értelmében ez a javaslat. Hát én annál nem nagyon tudok fontosabbat elképzelni, hogy több magyar szülessen. Mi a parlamentbe jutásunk követ után néhány hónapon belül ezt tető alá tudtuk hozni, és többséget szereztünk ennek a javaslatnak. Ezzel együtt igen, érzékeljük persze, hát ott ülök én is a hátsó sorban, és látom, hogy úgy szavazzák le, ahogy nem szégyellik akár a jó javaslatokat is. Sőt, hát be se kerülnek a parlamentére a jó javaslatok, hát látjátok ti is, bizottságban is elkasszálják ezeket ott azon nyomban. Úgyhogy nem egyszerű, de hiteles és kitartó politizással meg kell próbálni. Tehát erre kaptuk a felhatalmazást, erre kapta mindenki a felhatalmazását. Ennek megfelelően kell cselekedni. Látom, hogy te is szeretél volna már az elején valamit mondani. Nem, csak mosolyogtam. Arra fajta kitartásra nem biztos, hogy szükségünk van, amit egyébként így a szó abban az értelmében lévő terminológiával értünk, amit kritikával illették egyébként, amikor Gerencsér Ferencet, amikor ezt a szót használta egyébként. Igen, hát kicsit félreértelmeztek. A Mi Hazánktól nyilván ez egy önazonos kifejezés alapvetően. De csak ennyi, ezzel mosolyogtam. Nyilván, ha már szó volt itt a hiteles képviselésről és a hitelességről, mi úgy gondoljuk, hogy nem ahogy nem le kell menni vidékre, ahogy ez már nagyon sokszor elhangzott egyébként a körúton belülről, ott kell lenni vidéken, és nem elég, hogy a fiatalokat kell képviselni, hanem azért a fiatalokkal kell képviselni egyébként ügyeket, és mi ebben hiszünk, hogy ahogy mondtam, nagyon sok fiatal van nálunk, és nyilván olyan témákat dolgozunk föl, ami a fiatalokat érinti, ott volt például a Hallgatói Szépkártya nevű javaslatunk, ami azt célozta, hogy
sajnos ugye a lakhatás és az albérlet árak elszabadulása miatt azért nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülnek az egyetemi hallgatók, és egyébként egyetemi hallgató vagyok nem mellesleg, úgyhogy érzem a saját bőrömön, hogy nagyon nehéz egyébként a felsőoktatásban részt venni egyébként, főleg, hogyha az ember nem olyan anyagi körülmények közül jön. Úgyhogy nyilván mi nem vagyunk parlamenti párt jelenleg, nem is baj feltétlenül, hiszen úgy gondoljuk, hogy a parlamenten belülről csak a rendszer ellenzékként lehet feltétlenül működni, a parlamenten kívül pedig rengeteg olyan lehetőség van, ahogy említettem még a beszélgetés elején, olyan platformokat teremteni, létrehozni, amivel lehet új gondolatokat létrehozni, lehet közösséget szervezni, hiszen nyilván konzervatív pártként nekünk az alapegysége, az, amire építünk, az a közösség. És hogyha van egy erős közösség, az számon tudja kérni a választott képviselőket, hiszen jelenleg a NER is azon dolgozik, azon munkálkodik, hogy minél inkább, minél hatékonyabban szétverje a közösségeket, vagy kiüresítse azoknak a jelentőségét. De most bocsánat, akkor sem megtudtuk, hogy te vagy az elnök, akkor hadd tudjak már meg még többet. Most hol mérnek titeket? Mert minket ismer az ország titeket, a fodrász. Tehát én azok szokták mondani, ha már a fodrászok ismernek, akkor is azok szokták mondani, hogy a parlamenten kívül is mennyi lehetőség van, akiknek az életükben semmi esélyük nincs oda bevergődni. Tehát ezért nem... De ezt mire alapozod? Mármint a csodát? Hát ezt az állítást egyébként. Melyik állítást? Tehát azt mondja, hogy a parlamenten kívül kell gondolkodni, az akkor nem jut be a parlament. Ne, a parlamenten belül kell törvényjavaslatokat megfogalmazni, gondolkodni pedig bárhol lehet, otthon is magája gondolkodni. Népszavazást is lehet indítani, nem is kell bármelyik állampolgár lehet gondolkodni politizás nélkül is. Az emberek között egyaránt kell járni, meg a törvényjavaslatokat be kell nyújtani, de hát ezt nem lehet megcsinálni parlamenten kívülről, csak és kizárólag parlamenten kívülről. Nyilván, de nem is kell mindenhez törvényjavaslatot módosítani, vagy törvényt módosítani. Ebben igazad van, tehát helyre lehet rakni tényleg, ahogy azt a példát már említettük, vagy lehet, én mondtam, hogy persze meg lehet csinálni a busz megálló törvénymódosítás nélkül is, tehát cselekedni lehet a parlamenten kívülről, de rendszer szintű változásokat úgy, hogy nem ülsz ott, vagy nem ülünk ott a tárgyaló asztalnál, vagy a képviselőtestületekben úgy nem lehet megoldani. De hát nyilván, de úgy sem lehet, hogy csak fejjel rohanunk a falnak, és nem készítünk. Ezzel a problémán már túl vagyok, úgyhogy Dani, bocsánat, csak nem akarok annyira belétek szállni, de tényleg csak annyi kritikát hadd fogalmazzak meg, hogy a mai adásban kicsit úgy beszéltél, mintha ez a polgári választ már valóban egy ilyen ismert párt lenne, lenne támogatottságotok, tagságotok, szavazóitok, holott tényleg az alapítótok, elnökötök már a NER-nek dolgozik valahol külföldön, és tényleg ez egy nehéz örökség, hogyha tényleg te vagy most az elnök, hogy ebből bármi is még szülessen. Sok sikert, őszintén sok sikert hozzá, de most úgy érzem, hogy kicsit még nagy kabátot raktatok magatokra, még nagyon nem vagytok még azon építkezünk, a szinten, kockáról, hogy ilyen komoly szereplői lennétek itt a hazai politikának. Nyilván a polgári válasz egyébként sem egy friss pártról beszélünk, 2020-ban alakult pártá egyébként a polgári válasz mozgalom, akkor azóta működik pártként a polgári válasz. Nyilván, hogy nyilván tudjátok, a Momentum is nagyjából 6-7 évvel később indult be, mint ahogy a mozgalom elkezdett szerveződni, és pártá alakult utána. Azért a Mi Hazánknak is volt egy íve, mire bejutott egyébként a parlamentbe, és frakciót alapított. Tehát itt nyilván a polgári válasz nem egy rövid távú projekt, itt egy nagyon hosszú, talán végeláthatatlan útnak az elején állunk, de hogyha most megvetjük a lábunkat, és kockára felépítjük azt a víziót, és tudjuk hitelesen képviselni azt a víziót, amit mi az alapítvány nyilatkozatunkban lefektettünk, akkor tud hitelesen politizálni a polgári válasz. Hát végtére is én mindhármótoknak konstruktív ellenzéki politizálást kívánok, úgyhogy tudom, hogy még sok kérdés nyitva maradt, de most az időnk lejárt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, mert tudom, hogy sokak szerint nem szükségesek vagy feleslegesek Magyarországon a viták, de szerintem ez nem így van, hanem nagyon is fontosak, úgyhogy ennek köszönöm szépen. Köszönjük a lehetőséget. És köszönjük szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra.